Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Freitag, péntek, Samstag, szombat, Sonntag, vasárnap. Megnézzük, hogy mi történik az egyes napokban. Péntek, az itt látható bal oldalon. A felhő azt jelenti, hogy valami még átláthatatlan számodra. Vagy hogy eddig volt átláthatatlan, hiszen pénteken már kisüt a nap, láthatóvá tesz valamit, tisztázódnak bizonyos dolgok. És itt a madarak jellemzik a mozgást, a vidámságot, a csevegést, a kommunikációt. Lehet, hogy voltak beszélgetések a múltban, de nem tudtad azt, hogy a másik tulajdonképpen mit akar, vagy az is lehet, hogy visszahúzódó volt, nem beszélt veled, ezért jelenik meg itt a felhő, ezért volt a helyzet átláthatatlan, de most egy találkozás várható, hiszen a nap megvilágít téged is, láthatóvá tesz téged, ez lehet egy személyes találkozás, és itt lesz beszélgetés, tisztázódnak a dolgok. Szombat az itt középen látható. A hegy jelenthet hegyvidéket, hogy például egy kirándulás a hegyekbe jót tenne neked, mert itt a medve jelenti, ez ad számodra erőt. Ahogy te érzed magad, mert a hold az kihat az érzelmeidre. Az is lehet, hogy van egy személy a környezetedben, mert ez a medve jelenthet egy személyt, ez lehet egy férfi, de lehet egy nő is, aki nagyon dominál, aki parancsolgat neked, és megvan a hideg-rideg tartása, vagy egy nehéz kapcsolat, és emiatt a hold jelenti az éjszakát is, emiatt vannak álmatlan éjszakáid, mert nem tudod, hogy tudnád magad bebizonyítani, hiszen itt erő kell, védeni kell magadat, de a hegy jelenti a korlátozásokat is. És ez kihat az álmaidra, kihat az éjszakára, kihat az érzelmeidre. Ami fontos, hogy legyen meg a belső erő, legyen meg a hited, hogy megvan az élet erőt ahhoz, hogy ezeket a problémákat megold, hogy ezt a hegyet, mondhatnám azt is, a sziklákat eltávolítsd az élet utadból. Vasárnap az itt látható. A fa azt jelenti, hogy keresed a helyedet az életben, ahol le tudsz gyökerezni. A kígyó jelenthet mellékutakat, hogy mellékutakon éred el a céljaidat. És a kasza, hogy lesz itt hirtelen egy változás. A fa és a kígyó jelenthet egészségügyi témákat is. Például, hogy valaki beteg a környezetedben. Ebben az esetben a kasza jelenthet egy operációt is. Amit a fa meg a kígyó még jelképezhet, hogy ezen a területen dolgozol, de itt véget ér valami, lesz egy munkahelyi változás. Amit a képek még jelenthetnek, hogy a kígyónál egy nőről van szó, és ez a kapcsolat betegít téged, ez a nő lehet a te környezetedben, egy kolléganő, egy hamis barátnő, vagy valaki a szomszédban, vagy a családból, de ez a kígyó, illetve ez a nő lehet az ő környezetében is, az ő volt társnője, vagy azt is jelenthetik a képek, hogy ő még benne van egy párkapcsolatban. Ebben az esetben a kasza eltávolítja a nőt, tehát el fog válni, hiszen nálad megvan a biztonság érzete, ahol le tud gyökerezni.
De kell még egy kis türelem. Viszont a fa jelentheti az őszt, tehát most ősszel lesznek ezek a változások. És ez volt a hétvégi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!